engem kérdeznének, hogy van-e jövője a tanyának, a tanyai életmódnak, akkor biztos, hogy a leghatározottabban azt mondanám, hogy igen, százával mennek ki fiatalok tanyára, vagy esetleg kisebb falvak szélére, tehát ugye az itt is vannak fokozatok, és térnek át egy teljesen más életmódra. A helyi érték az, amit ebben a rohanó világunkban talán a legkönnyebben elfelejtünk. Elfelejtjük azt, hogy az környezetalakításunknak, a lakhatásunknak az alaptétele az, hogy valahol otthon legyünk a világban. Minél inkább urbanizálódik az ember, annál kevésbé tudja ezt talán átélni. Azt látom, mint építész, mint tanár, mint akadémikus, hogy megvan az igény a fiatalok egy részében, hogy ezt az életmódot megújítsák. De nem tudnak róla semmit. Ezért gondoltam azt, hogy a Művészeti Akadémia tartson egy konferenciát a tanyáról, mert a tanyának van művészeti hagyománya is, meg gazdasági, meg szellemi, meg társadalmi. A Művészeti Akadémiának kortárs művészetek felkarolása mellett feladata kell, hogy legyen a társadalomra vagy a jövőképre való művészettel való nevelés. Magyarországnak van egy elképesztően egyedi öröksége, a tanyavilág. Bár ez az örökség kezd leolvadni a szocializmusnak köszönhetően legfőképpen, amikor TSZ-esítették és a tanyákat, és bevitték a TSZ-be, és üres tanyák tömkelege maradt egészen Ócsától a Bácskáig. De azért abban gondoljunk bele, hogy több mint 10 000 tanya volt itt. Eredetileg most nincs 1000, és ebből se lakott mind, rengeteg üres tanya van. Ez az egyik oldal, öregek lakják legfőképpen. Száz évvel ezelőtt megbomlott az a fajta egységes kultúrrend, ami a világot addig irányította, és a modern gondolkodással egy sajátos világ jött el, amelybe például az építészetben a tiszta művészet és a szociális kérdések ketté váltak, holott ez a régiségben egyet jelentett. A forma és a szociális megjelenés ez nagyjából egységben volt. Nos, ebbe a világba, hogy hogyan lakunk, mi a fontos, mit kell alapvetőnek tennünk, és mi az, ami, ha tetszik, úri huncutság, magánügy, ez talán ezen a tanyavilágon, ami egy kötött világ, elég jól lehet, mint látleletet végigkövetni. Azokat a kérdéseket, problémákat vessük föl, amiből összejöhet az, hogy hogyan kell kiköltözni egy tanyára. Tehát itt a víz, a kert, a táj, állattartás, építészet, szociális lét, ez mind összefügg, munkalehetőség, tehát hogyha én tanyán lakom, tudjak ott dolgozni. Legyen internet például. Az áramot már máshogy elő tudom állítani, de internet gyakorlatilag a világ minden táján van. Ki tudjak jutni oda autóval? Senki nem hisz, hogy az a életmód visszajöhet, ahogy a nagyszüleink éltek. Egy tanya fenntartása, a rezsiköltsége jóval olcsóbb minden városi lakásnál. Hódmezővásárhelytől körülbelül 8 kilométerre fekszik Márté a Holtisza mentén. Mátétól viszont 2 kilométerre északra található a Késmárki Imre féle szélmalom és molnárház, aminek 2017 óta vagyok a tulajdonosa. A férjem által mezőgazdaságban foglalkozó családba csöppentem, viszont én teljesen másik pályáról érkeztem a népi építészet, illetve a szélmalom területére. 2019-ben kezdődött el a felújítás és egy pályázati ciklus, ami tavaly ért véget. De pontosan nem tudtam, hogy mit fogok kezdeni ezzel a területtel, nem tudtam, hogy mire fogom használni, ez folyamatosan alakult ki. Jelen pillanatban már több mint 1000 gyerek látogatta meg
múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartok neki. Rájöttem, hogy a gyerekek szókincsében nagyon sok olyan szó hiányzik, amit mi még ismerünk, ők már nem. Nagyon sok mozgásforma, hogy mekkora kihívást jelent például egy grádicson vagy létrán fölmászni. Hogy az energiát, lehet, hogy tanulnak energiáról, fizikáról, de nem tudják, hogy hogyan működik egy gépezet, hogyan működik a szélmalom, vagy hogy mire szolgál a méz. Mindezekről szoktunk beszélgetni, és kérdéseket tesznek föl. Ami azt jelenti, hogy érdekli őket, és leköti őket. A tanya, a régi építészet, a szélmalom, az állandó felújítás és karbantartást igényel, amit én végzek el. Két laki életet élünk, Hódmezővásárhelyen van a családi házunk, viszont a vállalkozásunk, a szélmalom, az Mártéjon van. Így az időnk java részét a faluban, illetve a tanyánkon töltjük. Ez arra jó, hogy elkezdjenek gondolkodni az itt lévők, tényleg van jövője, el kell indítani egy tanyaprogramot, amihez biztos, hogy kell kormányzati támogatás. Tehát az kevés, hogy én veszek egy tanyát 300 000 forintért. De az, hogy ez beinduljon, akár szakképzéseket létrehozni a volt Kléberzer Kuno tanyas iskolákba, és a tanyát oktatják, akik ki akar menni, hogy kérem szépen, így kell elkeríteni a gazdasági udvart, a disznónak ennyi kell, mert ezeket nem tudják a fiatalok, csak meg szeretnék próbálni.